Okay. 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 No, no, okay. 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 Igen, igen, igen. Legyen is, legyen is föl. Legyen föl. Hey, hey, hey. Gyere, gyere, gyere. Gyere. Nekem átfogott keresni, jó? Gyere, gyere, várjál, várjál, Jugi. Várjál. Várjál, ömbösd ki, gyere, ömbösd ki. A vére költöztem, mert nincs nyelvben a papad egy kicsit elbőttem. Jó vagy, tudtam, hogy egyszer kicsit minden rendben van. Próbáljuk egy olyan futball produkálni, hogy ez mi értünk, és nem amihez az ellenfél felfokozott hangulata, akkor fogjuk tudni ezt a mérkőzést megnyerni. Ebbe kezded a gólya mellett lassú futással, kicsit fölpörgeted és szép lassan kijössz belőle, saját magadnak nem én indítok. Ennyi csak igen, már vissza, kocogsz. Szerintem egy óvatosabb, döntetlen körüli játékra törekszenek ők elsősorban, de erről szól az összes eredményük, hiszen a hollandokon kívül más nem is tudott nekik gólt rúgni. Nagyon ritkán megtették azt, hogy letámadtak, és fölállt a három támadó, és a négyel szemben, itt már nyilván ne hozzuk ki a labdát című történet, és próbáltak visszatámadni, de az esetek döntő többségében, még ha így is kezdtek, azért az esetek döntő többségében ez a 4-5-1-es védekezési felállást választották. Nyilvánvalóan ide ebbe a sűrűségbe már nem érdemes rágyorsítgatni, sokkal inkább kell majd támadnunk azokat a szélső területeket, ahol sokkal inkább tudunk mögéjük kerülni, mint itt a belsőbe, kivéve azt a lehetőséget, amikor tudatosan kreálunk egy üres területet. Nem olyan képességűek, mint amit mi föl tudunk vonultatni a saját támadó harmadunkban. Abban mi lényegesen jobb futballisták vagyunk.
Tehát ezt szeretném egy kicsit megértetni veletek. Itt vagyok. A második félidőben hatal mentek fejelni? Igen, 0-1-nél. A Limpinek a fejét próbáld meg eltalálni. Még egyszer mondom, van kétszer, egy oda meg egy vissza, de a rugó számára is. És keményen oda nyomja az Ákos mögé. Mi van, Töki? Te nem jössz focizni? Dehogy nem menne. Kell a segítség. Focizzatok egy jót, holnap szurkolunk értetek. Köszönjük szépen. Hajrá. Hajrá. Szavasz. Sziasztok. Sziasztok. Na. Ugyan jelentedik el. Na Tomás, nincs ebbi az Ákos. Ne hagyd a fa. Következő célpont. Zsákot. Az meg egyből megy, hallod? Tessék, Gacibá! Óriási út esküzetben. Sem baj nem lehet, látod? Mondtam én. Sem baj nem lehet. Az, de tényleg itt lett. Nem adta föl. Mindegy! Nagyon mindegy! Ott már van meg! Letted? Tertünk! Ádi, amit akarsz, neked legyen egy. Persze, hát egy. Ne próbáld meg dumálni, akkor mennyi az állás? Nézd vissza, ezt most könyörgöm, nézd vissza, hogy hol kattad le. Jó, vissza, a vonalon belül. A vonalon belül. Igen, és most mit mondasz? Kérdezem én. Hát kérdezem én. Most kérdezem. 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 Kint van, így van, kint van. Akkor jó, kettő, nulla, kettő. Na, ennyi. Hova mész? Hát most ez... Srácok, nem a spanyol vagy a német válogatott az ellenfél, másképp fogalmaznék. Ez a csapat olyan képességű nagyjából, amilyenek mi vagyunk. Tehát nekünk hazai pályán igenis komoly esélyünk van, csak ennek érdekében rengeteget kell vállalnotok. Segítsétek egymást, kapaszkodjatok össze, minden egyes pillanatban gyerünk. Gyere. Amit előbb is elmondtam, tényleg a török elleni mérkőzés után az az érzés, amit átéreztünk, az az öröm, az a boldogság, ezért dolgozunk ma. De hogyha nem sikerül nyerni, a döntetlennél rosszabb eredmény nem jöhet ki belőle. Gyerünk, srácok, hallják! Gyere! 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 Kell lenni és keményen, kőkeményen van. Nem adhatjuk ki a kezünkbe. Ez a gyerekek, ez nem kérem tovább. Ez a gyerek. Ez a hetes gyerek, ez a tárnyéké. Jó volt a csáva. Ne rohangálj ki a jót mellé. Ott megyek közé. Meg kell, hogy legyen egy millió. Ezt nem tudjuk elbukni, bazdmeg. Nem tudok mit csinálni. Segíteni akartok játszásba, meg mégis azt mondjuk, hogy rúgjuk előre. Akkor vagy előre rúgjuk, vagy akkor előre rúgjuk. Előre rúgjuk, akkor ott volt a kezedben a labda. Igen. Tudod, akkor mondd, hogy menjek fel, igen. És akkor utánadok. Ja. Ja. Ez a jobb oldali támadójuk, ez a Torzse, ez a kényszerítőt keresi időnként is, hogyha Tamás nem ér oda neki a kényszerítőben, neked kell ott lekeresztetni, ahogy ki is engedted itt volt a
a utolsó negyed órában egy ilyen lehetőség. Kádi, arra figyelj, ha tudsz üdözni ez a torzséval, akkor az nagyon jó. Csak a kényszerítőjében ne rohanjál. De viszont a blokkolások, a beadása az egyszer volt, amikor közelebb lett volna menni. Mondod, hogy a tiéd? Oké. Azért akartam, hogy a tiéd, mert te voltál szemből. Jó, nekem teljesen mögöttem volt. De viszont ő csak vette, hogy ugye hozzon, de viszont kifelé. Srácok, még egy. Sokan beszél. Mindenki akar segíteni, mindenki beszél. Piacot gyerek, egy nagyon nagy dolog lenne. Nem egy spanyol vagy német csapat, gyerekek. Jó, informusok, nagyon jó futbolisták, de ez nem egy verhetetlen 11, ezt nektek éreznetek kell. Na gyerünk! Valahogy ki kéne tornázni Mutu büntetőjét. És nincs meg. Jó irányba ment Király, de Mutu belőtte. Úgyhogy egy-egy. Egyenlítenek a románok. Gyerünk Balázs, be kell rúgni. Óriási lehetőség előtt a magyar válogatott. 71. perc. Dzsuzsák. Gól! 2-1 Magyarországnak! Ez az, gyerekek! 26. percében. Balázs egészen kijön ünnepelni ide a kispadhoz. Jól van, srácok! Nem esett össze a csapat. 3 perc. Ennyit kell még valahogy kibírni. Kapott gól nélkül, és akkor megvan a győzelem Románia ellen is. Valahogy a középpályán kéne most megtartanunk a labdát, hogy nem mindig azzal teljen el ez a hátralévő néhány másodperc, hogy mi védekezünk, és a románok támadnak. Jaj, nem hiszem el! 92. perc, hát ez nem igaz. Jaj, a mindenit, nem bírtuk kikapott gól nélkül sajnos, és Kipcsú, aki csereként állt be, ő lőtte be a románok egyenlítő gólját. Hát ennél bosszantóbb dolgot nem tudok elképzelni. 93. percben gólt kapni, hát ez nem igaz. És ebben a pillanatban le is fúj egyébként Wolfgang Stark. Hát a játékosok, a magyar játékosok csak néznek le a földre, és van, aki a fejét fogja. Az utolsó pillanatokban kapott góllal egyenlít Románia. Ez az, hogy nem érdemlik már. Hát az egyiket sem. De most mit tud csinálni? Ilyen el a focibban. Kint megverni kell csinálni. Majd visszakapják. Kint megverni. Majd visszakapják. Ezek jobbak vagyunk. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem miért nem érünk, és most nem negatívosod, de miért nem érünk a lehetőséggel? Mindig majd megverjük. Teljesen máshogy érzünk, csak most elmész háromba, meg nyersz kedden, akikben kikapnak a hollandok ellen. Persze, hogy negatívan, de hát, vagy pozitívan. De hát érjünk már egyszer lehetőséggel. A svédek ugyanígy kapunk ki a 100. percben. Miért nem tudunk azt az egy percet kirúgni a kurva anyjába a stadionból? Nálunk van a labda. Persze, hogy mindenki hibázik. De miért nem tudjuk kirúgni végre egyszer? 94-re. Mit akarunk még, hogy tudod passzolgatni középen? Ne jövőre verjük meg őket. Persze, hogy gyengébe
itt mit csinálunk bent középen, gyereke? Hát alig kezdődik el a mérkőzés, és oda ajándékozunk a románoknak egy gólt. Jan már csavarja be, Van Persie, gól. Van Persie tökéletesen találta el a labdát. Vezet Hollandia 1-0 arányban. A románok támadnak, Marika. Visszakínálja egy lövést Messiről. 2-0 Romániának, Pintili a gólszerző. Hát gyerekek, ha nem lépünk oda, akkor mit várunk? Ezt így nem lehet játszani, ezt a játékot. Na. Robben. Robben még. Vigyázni kell, mert a bal lábára helyezte a labdát. Egy lágy beívelés. Korcsmár mit húzott ki? 3-0. Korcsmár ugyan kihúzta, de hát Lenz mellett megint nem volt senki. Guzmiccsal. Guzmics. Ott a sarkazás. Robben. Van Persie 4. Szétszednek minket. Nem érdekel, semmi gond. Egészen nyugodtan, nyugodtan. Hát srácok, ala nehéz mit mondanom. Hát, ha ezek a játékosok átveszik a labdát, és nem tudunk ütközni az átvétel pillanatába, akkor sajnos megcsinálják azokat a történeseket, amit most megcsináltak. Tehát az, hogy átvegye a Van Persie és 10 méterre vagy 5 méterre vagyunk tőle, ez sajnos nem fér be. Nevetséges történeteket kell mondanom, hogy ez nem fordulhat elő Zsoltán. Leveszitek az ellenfélnek, ahelyett, hogy 16-oson belül picsárulnám. Hát nem, ha ollózod, akkor ki tudod rúgni. El kell indítani a mozgást. Tehát volt időszak, ez az első 30 percre volt inkább jelentő. Tehát többet mozogjatok akkor, amikor megkapják a Balázsék a labdát, vagy amikor megkapják a Voliék a labdát. Az egyiknek a kombinációs játékba meg kell érni, a másiknek, ha visszakapja a Vili a labdát, akkor a rövidre meg kell érkezni. Megpróbálom egy picit a középpályás védekezéssel megerősíteni ezt a dolgot. A Tamás helyére az Ákos beviszem, hogy masszívabb legyen. Most egy 8-asban nem akarok beleszaladni ebből, meg megnyerni a mérkőzést, nagyon nem tudjuk. Viszont marad tisztességesen le kéne hozni ezt a mérkőzést. 45 perc maradt, srácok. Egy pontugrásból meg lehet rúgni az első gólt, és onnantól kezdve elbizonytalannak, és meg lehet a lehetőség arra, hogy legalább egy pontot mentsünk. Én abszolút nem adnám föl, én nagyon remélem, hogy egyiknek sem érzi úgy. Ez a lehetőség még bőven benne van, egy viszonylag gyorsan megszerzett gól kapcsán. De ha nem az utolsó 5 percben, forgattak már meg BL döntőt, ha erre emlékeztetlek, talán elfogadjátok tőlem. Jó, erről ennyi. Tessék tökös módjára most kimenni, és nem föladni a mérkőzést, mert annak aztán nagyon súlyos következménye lehet, úgyhogy azt a fajta becsúszva, nem is tudom, talán a Tamás csúszott be most a végén. Basszátok meg, hát egy ilyen, ennyit szórakoznak velünk, ne haragudjatok, hát sértődöttségből is oda megyek, az földöntöm. Kiszolgáljuk. Nincs más mondani való, gyerekek, emelt fejjel kell lemennünk a pályáról, annak érdekében pedig mindenkinek föl kell vállalni azt a plusz, amivel meg lehet fordítani egy ilyen mérkőzést. Gyerünk, gyerünk, 45 perc van. Tisztességet csináljuk meg. Gyerünk, srácok, ki lehet javítani bőven.
velünk, Ricsi. Összekezdheted magatokat, nincs mese. Ha ki kell lenni, az egy nagy történet. Köszönöm! Srácok, ide van! Első percben már egy magasabb fordulatszámot. Zsuzsák tehát a 11-essel, most legalább belövi, legalább nem lesz nulla a vége. 4-1 tehát Zsuzsák Balázs 11-es góljával. Robert keresi, Robert lefejeri labdát, Van Persie. 5-1. Tehát lefújja a találkozót. Románia 3-0-ra megverte Magyarországot, és itt épp olvasok az interneten egy kommentet. Ki lehet kapni 3-0-ra bárkitől, de így nem. A végeredmény tehát Amsterdamban Hollandia, Magyarország 8-1. It's my fault. Yes, it's your. Yes, it's absolutely your team. Okay. Thank you so much. Good luck. Te már sprintbe mész oda, meg te is. Oda fogja adni. Háttal. Labdaszerzés. Labda megvan, célszemély, lekészítem. És Tibi, Krisztián, vakon sprintbe megyek, amit ott csináltuk. Labdaszerzés föl, és megyek területbe. Jó? Itt is ugyanúgy. Megyek területbe. Ott van védekező középpályás, ott a védelem. Az a dolguk, ha baj van, akkor eltöröm a játékot.
gyerek, fejelek Ádám, bravo! És ott vagyok, megállítom, megállítom! Jó, semmi gond, előfordul! Mi történik ilyenkor? Srék, és egyből mindenki addig sprintel, amíg nem kerül a labda mögé. Kemény passz, lekészítem a tősér, csúcsák vagy a rolli, és abból indulunk. Gondolkozzatok egy kicsit. Itt vagytok, kis játékon, gondolkozzatok egyet, és berakjátok oda a klubba. Nem lehet, olyan nincsen. Megyünk, megpuszkunk az ellenfelet, és abból befejezzük az akciót. Türelem, türelem, és akkor megvan az a pillanat, az a jel. Meg tudja venni. Ha meg tudja venni sprintbe, mert itt a hely. Ez a jel! Erre indulunk! Na még egyszer, nézzük meg! Nos, jó. Este lesz egy kis húzat. Ez mi? Vihetem a loma? Áldi, nincs köszönöm. Mi ez? Nyomás van. Azért van nyomás, mert tényleg nyerni kell. Ez föl kell dolgozni. Most nincs ez a mesélés, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Nyerni jöttünk, és nyerni is fogunk. Mi az, amiket erősített, ugye? A csapategység, ugye mindig együtt mozogtunk, mindenki betartotta a taktikai koncepciót, a taktikai fegyelem, ezek a dolgok, amik minket erősítettek, igaz? Átolódunk, megjelentjük a labdát, nem is gondolkozom, megyek a túloldalra. Kicsit megtartom a labdát, kicsit megfuttatom őket, és itt hátul ne totoljázom, ne keressük a megoldást. Jön a labda, veszem, ha nem látom, hogy mi lesz belőle, akkor teszem tovább. Folyamatosan húzom az ellenfelet. Ez egy kicsit kézilabda, egy kicsit futszál, de csak így tudunk előrefelé játszani. Amikor jön a labda, már tudom, hogy mit akarok vele csinálni, mert máskor már az kényelmes az ellenfél, nem tudod kifárasztani. Ha megfutatod jobbra, balra, jobbra, még egyszer balra, úgyis elcsúsznak, és akkor jön a fölpassz, azt már ki kell tudni szúrni időben. Ha valaki megveszi igazit, ott már nem lesz passz. Onnan indul az egész labdarúgás. Ahogy a kapus kiveri a labdát, ahogy a négy játékos járatja, milyen sebességgel, kemény passzokkal, az más, hogyha vezetünk 2-0-ra, és akkor kicsit vártok, megint megjátszod a kapus, visszalépsz, eldugod a labdát, de amíg 0-0 van, nyerni akarunk. Kemény passzokkal megyünk egyik oldalról a másikról, és belépek, akkor lesz valami, hogy kialakul valami. Ha nem, rálépek, és megint passzolok. Az öltözőben megint nem szeretnék olyan játékost látni, aki koncentrál. Maradjatok lazák. A bemelegítéstől beépítsétek föl magatokat. Örülnék neki, hogyha bejön az és azt mondaná, hogy ilyen faszák vagyunk. Ha nem vagyunk olyan, az se baj, jó? De az öltözőben nem akarok ilyen agyon koncentrált embereket látni. Akkor kell koncentrálni, amikor kimész a folyosón, fütyül a játékhoz, és az első párharc, az elsőt oda csapok. Magyaroknak ritkán van ilyen sansz a kezükben. Hatalmas sansz van a kezünkben. Ezt most föl kell tudni dolgozni. Ezt úgy lehet feldolgozni, hogy átalakítom, és agresszív vagyok. Agresszív vagyok, együtt dolgozok, szervezetten dolgozok, és akkor még minket erősített, igaz? Ezeket összerakjuk, megnyerjük a meccset. Van még valami? Mentális erő, ez meg ebből adódik, gyerekek, ebből, amit itt összeraktatok. Ez a tiétek, ezt vigyétek el magatokkal most az öltözőbe, ki a pályára, és remélem, hogy a repülőn akkor tudunk ünnepelni. Hajrá! Türelem, jó? Türelem, nem belemegyünk a késbe, türelem. Türelem, és amikor megvan a labda, akkor váltunk. De
Gyerünk, srácok! Keményen, keményen. Együtt. Az elejétől kezdve. Figyeljünk oda. Van látik? Könnyebb érezni. Figyelj, nekünk fognak ugrani. Legyél rá kész. Gyerünk. Most is a játékot az elején. Első párharcok mindenki. Gyerünk. Ki a szélére, mehet a labda az elején. Letámadnak oda. Most a kis bejátszunk azért. Srácok, kurva sokat dolgoztunk azért, hogy ekkora bizalom van. Hatalmas bizalom van az egész országban. Nehogy már ezek a görögök valamit is csináljanak. Kimegyünk és az első pár arcot megnyerjük. És az egész meccset megnyerjük. Gyerünk, gyerek! Szóljon náluk van. Jó. Most nálunk van, megszereztük. Jó! Menjél! Les! Rúgjátok, Cselos! Nézd meg! Nézd meg a B! Taszigált a hátulról. Úgy van! Ott a Gerard. Gyere, Zoli, csináld meg, de nincs belül senki. Nincs. Hát oda nem megy senki. És nézd meg, megfutnak. Oda nézd, milyen meleg. Egy kicsit mélynek tűnik, és kár, ez is le is húzza. Jó, jó. Az meg, honnan szedte ki. A játékvezető hiába pattant el a labda. És nem is fújta le, mint, de. Nem volt bent egyébként. Priskin tartja meg a labdát. Tőzsér be középre. Nagyon jól Stieber, Gera. Üres a jobb oldalon Fiola. Érkezik is Fiolának a labda. Fiola teszi középre, megpattan egy védőn. Még ott ez jó volt, ahogy bekanyarazta Stieber középre. Aztán ez a fejes. Bizony, ez sem volt rossz. Hradecki bravúrja Gera fejesénél. Jön befelé a labda, Szalai! Ez mintha kezezés lett volna. Még egy lövés, kipattan, és egy újabb próbálkozás, Radecki védi. Dzsudzsák tolja meg, és lőheti is akár, Radecki. Így is van, letelt a 45 perc. Finnország-Magyarország 0-0. Az első félidő elején a magyar válogatott jobban játszott, helyzeteket dolgozott ki. Miután nem rúgtunk gólt, a döntetlen mondhatjuk igazságosnak, de a magyar csapat eddig többet tett a győzelemért. Meg vagytok? Akkor csücs, ide erre az oldalra mindenki. Ami fontos, ugyanezt a koncentrációt tartani. Ne én szóljak be, Ákos, hol vagy? Ott a végén, mert ugye van egy bedobás, visszamegyünk. Egymással Danival folyamatosan éltessük. Tudom, hogy kemény munka, de meg lesz a gyümölcse. Jó? Ugyanez a fegyelem, meg volt top mérkőzés, meg volt ez a két-három sansz, gyerekek. Nekik nem volt meg. Jó? Leo, odafigyelsz. Amire srácok, oda kell figyelni. Az elején is úgy kezdték, hogy hármas lánc is kiállt a két szélső. Azt ki kell szúrjátok, én nem tudok onnan örökké bekiabálni. Akkor a négyes lánc tolódik, a kicsi visszasegít, vagy a Gyugyi visszasegít. Amikor megint négyes lánccal nyitnak, akkor az van, amit megbeszéltünk. Kell lássa hármas lánc, beljebb megy a Stibi, Balázs, négyes lánc tolódik. Értitek, amit mondok? Gerzsot, nem kell mindig egészen áttolódni, ha meghúznak minket, már nem jössz oda túloldalra, kifutod az agyadat. Mikor? Kétszer átjöttél, az Ádám is meg te is átjöttek mind a ketten egészen erre az oldalra, ide. Egészen ne tolódjál át, azért közepe a táj, jó? Mert jön egy pasz, meghúznak minket, és elfáradsz. Az Ádám is csinált egyszer ilyet, lefutom, megcsinálta, de elmegy az energia. Ott elő kell az energia, jó? Valakinek valami problémája belülről, hogy valamit látott, valamit érez, ami nem jó? Fali, a 8-as jön, igen. Mindig a jobb oldalra, három a kettőt akarják csinálni. Széthúzzák, de a szabjuk kell, hagyja, átveszi a vonalnál, aztán nem tudja mit csinálni. Nem akar, hárman ott van, kijön a kőkansa, a kicsi, a jobb hátfér, meg akkor ne, 8-as kijön is. A három a kettőbe akarják csinálni. Vagy élvek oda-vissza, vagy a... Én nem akarok a Dani. A Dani nem menjen oda. Nem megyek oda ki.
Nem, mert a kisgyerek, aki játszik szélen, az meg benn marad. Igen. És én is, én át akarok tolódni, de a másik csatárgyerek az meg jön a hátulról. Szóval az nehéz nekem oda kimennem, mert általában ugye a belső időnek kéne, hogyha ott marad a kicsit. Próbálkod az Na réged széd a táblázt, mondjátok, miért mit mondtok? Jobb szélső, aki játszik, az állandóan benn van. Jobb szélső. Várja most. Nem mindig húzó, nem olyan megfejjel. Nem, a zöld az ellenfél. A zöld az ellenfél. Ez is megfejjel, ez így lesz a jó. A jobb hátvéd. És így marad. És így marad. Sok szó. Hát akkor a Budami el kell jönni. Jó, én mondom, én kimegyek, csak ide nem megyek. Egész ki nem ennyi, azt mondom, Judy. Valamennyire hagydok, de ne hagyja be. Nyomással egy, le tudja jól beadni, jó? Tehát olyan közel. Köszönöm, ki kell menjek. Viszont Ákos, akkor én vagyok a stopper. Tehát én megyek ott az elején. Hol vagy Ákos? Jó? De olyan sokat nem volt, ez egyszer kétszer volt. Nem, hogy most ott veszi fel a Kone, 8-es mindre. Jó? Ugyanezt, srácok, fújjatok egyet, kivegyünk, és türelem. Meglesz a nehogy valaki el akarja támadni magát, majd ők kijönnek. Elmegy 20 perc, ha 0-0-ban kijönnek. Büntetünk egyet, csak legyen ott a fejetek, és büntetünk még egyet. Jó? Gyere. Azt nézd meg, figyelj, látod? Most látod? Érted? Hát onnan mit látsz? Hát most mi senki nem néz. Fityó, és akkor most mi? Fityó, de ott oda be kell menni, ahogy be van oda rajzol, oda be kell menni, és a Leo ott marad. Ott tehát neked akkor be kell menni. Jó. Tehát erre figyeljetek. Tehát ugye oda kell még egy ember, úgy a föl is van rajzolva. Roli, szabadrugásnál az utolsó ember a hosszú, az általában szabadon áll. Figyeljetek! A négyes legutolsó emberként teljesen üres. Szóltam a Fityónak, hogy teljesen üres. Ott valami teljesen üres. Pontrugás, legyen az ne csoda, be kell menni. Igen, ők rúgták, amit a túloldalra átrúgtak, a négyes teljesen üresen ment. Igen, van az. Ezt áll is meg, nincs itt az Ádám? Erre figyelj, hogy korán indítod el a... És ahogy kezdődik a főt, megint az első pár, ott benne gyerek, az első 10 percben nem voltunk benne a meccsben. Most legyünk benne. Hát oda kérd be. Ébren vagyunk, folyamatos, így ahogy eddig, akkor nem lesz semmi gond. Nem volt helyzetük. De csak így működik. Nehogy valaki is azt gondolja, hogy egy fél méterre kevesebbet lépek. Elkezdődött a meccs, azt mondtuk, hogy megnyertük a meccset. Nem nyertük meg a meccset, utána belültünk egy kicsit. Jó, nem nyertük meg a meccset, 0-0 van. Megvoltak a sanszok, meg is lesz, de ne aludjatok be. Ami fontos, nem kérek ebből a középennyitásból, soha nem kértem rajta. Ne add oda, elmegy, ezt megkontrázzák, szarva vagyunk. Kontrollált akció, működik a kontrollált, igaz? Ne okoskodjatok bele, azt csináljuk, amit kértem, jól működik, jó? Baj van belőle. Dani sokat dolgozik, elpattan a zsuga, éles, nem akarunk oda menni. Ők is arra koncentrálnak, ott labdát szereznek. Itt, ami fontos, Kádi kapja a labdát, igaz? Gyönyörűen kínál. Próbáljuk meg azt megnézni, hogy kapja a labdát, Gyugyi behúzódik, és most ide lesz kimozgó játékos. Miska, bemaradsz, hol vagy? Hol vagy? Jó volt, nincs semmi gond. Bejön a Némo. Szala, te mögüled játszik, jó? Oldjátok meg a védekezőbe a tolódást, és ő legyen az, aki többet kinyit ide ezekbe a résekbe. Maradjál benne a boxban. Jó? Hát ha úgy van, akkor kijössz, de ő neki meg fog mondani, hogy többet jöjjön ki erre a bal oldalra, jó? Jobb oldalon, ha elmegyik, de jobb oldalon működik a dolog. Jobb oldalon a Fityó fölér, beadja a labdákat, de bal oldalon, itt meg volt a sansz, itt hagyják a Kádit. Sokszor egy időben csak bekérnégetek itt az üres terület, hogyha itt be tudunk bújni, akkor már csak az a lényeg, hogy odaérkezzünk. Jó, srácok? Adok-kapokban nem megyek bele, itt a végén belementünk egy ilyen előre, hátra, nem, kiveszem a tempót, nem vagyunk ahhoz, nem vagyunk elég gyorsak ahhoz. Megvannak a gyors, nem akarok ilyen adok-kapok. Belementek ebbe a Bundesliga 2-es, oda-vissza, ott ilyen be, nem. Dani, tempót, kiveszed a játékból, mindenki lenyugszik, hogy mondják, lenyugszunk a picsába, és akkor nyugi van, jó? Amúgy minden rendben van, hogy állunk fitness, mindenki bírja? Ezt ugyanígy, ha megnyom, én tudom, hogy ez is fárasztó, az ember labdát birtokol, de önnek ez még szarabb volt. Tehát, hogyha most odafigyeltek, és készüljetek föl, a vértől elcsúszunk, gólt kapunk, egyből fogjuk a labdát, oda visszük középre, és akkor is megnyerjük a meccset. De ezt a meccset, ezt nekünk kell megnyerni. Benne volt, nem volt elég agresszíva, hogy mondjam, van ilyen is, hogy agresszív támadás, ölök. Azért ölök, hogy a labda bemenjen a kapuba, jó? Egy is elég belőle, kettő, akkor mi is nyugodtabban vagyunk. Szabadrugást, hogy provokálni, egyet-kettőt nem fúj be, tovább, jó? Vagy gyerünk, gyerekek!
arra figyeljetek nagyon, hogyha itt a kádi mögött van még egy ember, akkor vagy neked, figyelnek oda kell lehetni. Oldaszkodjunk, igen. Te beálltam a sorfalban, figyeljünk. Jó. Nemo, felveszed. Igen. Hogy cseréljél vele, jó? Akkor cseréljél, hogy legyen kifejelő. Akkor legyen kifejelő, jó? Jó. Idővel hogy állunk? 28. Nem is semmi, hogy jó vagy. Befordulsz. Jönnek a csaj. Mi? Jó lesz. Gyerünk, gyerekek! Gyerünk, gyerekek! Gyerünk! Gyerekek, 45 perc! Nincs több 45 perc! Ez utolsó 45 perc! Gyerekek, gyerünk, sasok! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, köldögök! Állottam? Nincs. Kifelé, így van. De most... most faltolt a görög, úgyhogy most mi jövünk szabadrugással, de a saját térfélünk volt. Nem volt, ebben a pillanatban, ebben a pillanatban kapjuk meg. De mondjon! Megőrülött. 5 perc. Most kellene ének. Már tarts. Ja, tarts. Most mi jövünk Tibibe? A falt volt. Most mi jövünk megint? Inkább ez a végjátékban most van több volt. Szabadrugás? Szabi, de hát azért jó távol van. Nem baj az. Szép. Vigyed Zolira. Na, lőve! Peter! Basz meg! Románia vezeti a csoportot 13 ponttal, Észak-Írországnak 12 ponttal. Hősök voltak, na. Magyarország jön a harmadik helyen 8 ponttal. Amennyi gonddal bajra küzdöttünk. Tözsér. Indul Némo. Német kapja meg a labdát. Német kijön a kapus. Német elemeli. És kirúgja a gólvonalról Halszti. Elrúghatott volna egy luftot. Jeremenko befelé. 25 méter. Nehogy a jobb lábára tegye. Oda teszi. Király! Ez parádés lövés. Élesen a kapu jobb oldalába. Na de hát ott kapus van. Gyönyörű. Zsuzsák. Jó beadás. Szalai! Az iskoláját neki. 82. perc. Zsuzsák. Ott nem volt magyar játékos. Stieberlő! Gól! Gól! Most nem a 84. percben, mint Gera, hanem a 82. Stieber jobbal! Eltalálta rettenetesen. És megérdemeltük, nem ez volt a legnagyobb helyzetünk. Hű, de eltalálta. 1-0 Magyarország javára. Nálam letelt a 3 perc. A bírónál is! Vége a mérkőzésnek! 3 pont, győzni jöttünk Finnországba, mondta Dárdai Pál. Győztünk! Királynak volt az a védése, amelyel tartotta az egy pontot, Stiebernek az a lövése, amelyel hozzátette ez az egyhez kettőt. Pontot mentettünk egy 82. percben szerzett góllal Romániában, megvertük egy 84. percben szerzett góllal Finnországot, és most megvertük egy 83. percben szerzett góllal Finnországot. Innentől kezdve most szeptember 4-éig elkezdődik, amihez minden magyar azt hiszem az elmúlt 30 évben a legjobban ért. A labdarúgásról van szó, a számolgatás. Hogy odaérjünk az első, második, vagy akár a harmadik helyre, amely megint csak legalább pótselejtezőt érne. Beünnepeljetek meg a vonat!
Gyerünk, gyerek, egy perc van, Mini. Igen. Társad dolgát, ne nehezítsd meg, hogy várod a paszt, jó? Gyerek, kerülj, bátorság, nem úgy beszélj. Gyerünk, sosok, álljunk össze így gyorsan, jó? Gyerünk, gyerek! Gyere, gyere, gyerek! 30 éve erre várunk, sok saját kezünkben van, semmi teher nincs rajtunk, kimegyünk, élvezzük, nyerjük meg a meccset, gyerünk! Csakir már oda is készítette a sípot, és le is fújja az első játékrészt, amelyben nem született gól, van mit megbeszélni a szünetben, és sok mindent, izgalmat hozhat még a második játékrész. A félidőben tehát Észak-Írország, Magyarország 0-0. Gentlemen, what we have spoken for the game, silence, patience, play the ball again. When Richie has the ball, we have no movement in our game. No movement. Nobody wants to take the ball. We are waiting for the goal. But we have a big chance here to get a point. Minimum. But 3 points is possible. Keep the ball in the own row, on the foot, not these high balls. Our striker has no chance. When we have the ball, good movement, all together. Movement and keep the ball in the foot. And play the ball in the foot. Gentlemen, brave and strong, brave, brave gentlemen, we can get here something. It's not the best team. There's nothing. Only long passes. But we have to take our chance. Keep the ball. Very important, all together. Eh, Richie, not possible. You have space, go back. Tamás, go back. How can I get the ball if the number 10 is with me? No, he's not with you. No? He's in the middle. Go back. No. More back. That's take space. Yeah, we have to be a little bit brave. He's not with you. When he attack, somebody attack him, and then we have a chance to play the ball again. And when long ball, come on, you are the one, you go to number 10, and you save him. Not that you go, you have yellow card. Okay. Yeah? He has to go and then. Come on. Come on. Kivá, hogy bírja a padon? Jó. Azért vagy csak dühös, mert nem jobb a kerek, csak szaladlan, mint az ökröt. Manipuláljuk, csak passzod rám, én visszaadom. Elindulok. Jön az állam. Rápasszod, hogyha mögötte van, megint visszaadja, megint mozdunk. És megy a játék, megy a labda. A hatos zárjátok ki. Az az egy. Úgy támadjátok, három kettő szakra simán menni. Hát, menjetek föl kette rájuk, és akkor onnan a 16-os úttól fognak kívánni. Szeretek le 6-os úttól. A másik kettő az föl. A másik kettő mi rajta vagyunk. Egyik jöjjön, a másik maradjon. Rajtok 8-osom, az rátok meg a másik. Mert egy kicsit följön. We have kick-off, né, gentlemen? Kick-off! Akkor figyelj, egyből megyünk, jól mit beszélünk? Kick-off! Elpasszolod, és én kettő évig bőlem. Gázsi, ne passzolod nekem, én vissza a Gerzsónak, a Szala pedig megy. Jó? És egyből támogatok, ahogy lepasszolta, nekem már mész is. Gyerünk, gyerekek! Mi kezdünk, gyerekek, ne aludjunk el, gyerünk följebb, megyünk, támadunk le! Indulom benne végig. Gyerünk, Némo! Kifele, Némo, onnan középről, te kifele. Gyertek! Gyertek! Az első meccsen a 75. percben Priskin szerzett vezetés. Most a 74. percben vagyunk.
Dzsudzsák lövi be a labdát, ez... Ahogy kicsúszott a kapus kezéből, és megadja! Megadja! Kicsúszott a labda! Kuzmics a gólszerző! Vezet Magyarország Észak-Írország ellen! Kalmának valahogy meg kéne tartani, így is jó, ha hátulról fölrúgják. Hoppá! Hoppá! Kiállítja! Put the camera fucking away. Eddig jól kezeltük a pontrugásokat. Csak most még ebben a hátralévő két és fél percben is jó kell. 5-1 a szögletarány Észak-Írország javára. Stephen Davis jön ki. Most nagyon figyelni, király rendezkedik, hogy ki hova álljon. Davis lövi be, kifelé csavarodik a labda. Elszáll mindenki fölött, ott a lövés, király! És belövik a fenejébe. Király óriásit védett a rövid oldalon, Lafferty a gólszerző, aki egész meccsen alig csinált valamit. 1-1, 93. perc. Király óriási védett a rövid oldalnál, de nem tudta megfogni a labdát, Lafferty volt ott, és egyenlít, 1-1. Jaj, de bosszantó. Jaj, de közel voltunk hozzá. Nincs ajándék, el kell venni magunknak azt, amit szeretnénk, meg kell nyerni a pótselejtezőt, hogy aztán az esélyeink ott nagyobbak, mint itt az utolsó 10 percben voltak az izlandiaknak, azt nem tudom. De ez maradt, ugyanakkor tényleg az, hogy ez az egész így forgatókönyvében történt, az nagyon nehéz lesz még egy ideig megemészteni, szerintem a magyar szurkolóknak.
Dröm lott még erre! Oj. Der Norge Ungarn! Oj. Die ersten 90 Minuten starten heute. Heute legen wir den Grundstein für Frankreich. Heute, hier in diesem Spiel. Dass wir alle Möglichkeiten dann haben, in dem zweiten Spiel das klar zu machen. Azért, hogy a francia országbarok hívásra megvedik a... Sehr gut trainiert in den letzten 10 Tagen. Az elmúlt 10 nap nagyszerűen... Einige waren ein bisschen kürzer da. Néhányan rövidebben. 100% auf den Gegner vorbereitet. Uns kann nichts mehr überraschen. Wir wissen, wie sie kommen. Jetzt müssen wir es umsetzen. Jetzt müssen wir es zeigen. De amit gyakoroltuk, amit megbeszéltük, azt viszont a pályára. Sind ein bisschen arrogant, ja? Haben sich gefreut, dass sie uns gekriegt haben. Und da werden sie weinen, kicsit, weil sie uns gekriegt haben. Begképzeltek. Bei dem werden wir zeigen, dass wir Fußball spielen können. Éppen ezért ma meg tudjuk mutatni, hogy mi is tudunk futballozni. Diese beiden Spiele habt ihr euch verdient. Ezt a két mérkőzést. Und ganz speziell das heutige. Das heutige. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Aber denke, nicht nur verteidigen, auch nach vorne. Wir brauchen das Tor. Wir müssen ein Tor erzielen. Und das ist möglich gegen den Gegner. Okay, Gentlemen, start the engine, please. So dann, come on. Zusammen. Immer zur Ballseite schieben. Haben wir gestern oder vorgestern Training, wir wissen das. Habt ihr lange genug geübt? Könnt ihr länger Joko Rolto? Ja, 32 Meter. Die rennen uns nicht weg. Wir können sie nur einladen, wenn wir Fehler machen. Hier passiert nichts. Wir sind stark genug. Alle zusammen. Leute. Okay. Dicht machen. Helfen. Soltan entscheidet. Geht Soltan raus, alle gehen raus. Geht er nach links, gehen wir alle nach links. Er ist der entscheidende Mann. Er ist unser Schlüsselspieler. Alle zusammen in diesem Block. Alle zusammen vor, alle zusammen zurück. Alle zusammen zur Seite, links und rechts. Direkt aufs Tor, direkt, war das schon rechts. Laszlo von links, auf Tor. Laszlo, nur ein bisschen abwärts, da drin. Nur ein bisschen, da drin. Mint a kapra lőni, kélesen, ha felér valaki, már gól. Ha nem ért el, akkor is a kapus nem tudja reagálni, az is nagyon veszélyes. Fußball, wir machen unser Tor. Wir machen. Mi meg fogjuk rúgni a saját gólt. Wir haben genügend Optionen noch, die wir dann nehmen können. Van elég lehetőség még, amivel meg tudjuk változtatni. Wir brauchen alle, die hier im Raum sind, die brauchen wir. Wir werden uns so. Das schon zu wertsetzen. 100%. Die Zuschauer sind hinter uns. Die ganze Nation guckt auf. Jeder soll es genießen. Jeder einzelne Staff, ihr habt es euch verdient. Zeigt es. 90 Minuten und mehr. Dann gibt es nur einen. Ja? Optimistisch denken. Positiv. Und wenn man einer ist von uns gegangen, Marton, Fülop, und ich sage, alle für einen, alle zusammen, für den Sieg, für den Jungen, der auch Großartiges geleistet hat, genauso wie ihr, für den Weg nach Frankreich, alle zusammen, komm! Herzlich, 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 ezért dolgoztunk egész egy éve, nagyon sok éve, mindenki erre a pillanatra várt. Eddig folyamatosan bátran játszottunk ettől a komolyabb stadionokban, a komolyabb csapat ellen, és minket senki nem nézhet le, és ezért voltunk, ezért jöttünk ideig, és gyerünk, mindenki keményen, bátran játszunk! Gyerünk! Sasok, utolsó 90 perc előtt állunk, a nehezén már túl vagyunk, de ez is egy kurva nehéz meccs lesz. És ne engedjük, hogy innen ezt a meccset bárki elvehesse tőlünk. Itthon játszunk, nyugodtan, de agresszívan, és legyen meg az a kurva kibaszott állapot! 20 ezer néző üdvrivalgása Moraja előtt kivonul a pályára.
Magyarország és Norvégia labdarúgó válogatottja. A legfontosabb persze most az, hogy elkerüljük a jó beadást, már pedig ott a labda, és Király szenzációs védéssel mutatkozik be a századik válogatottságán. Shelbred lövését hárította. Reinheisler, Szalai, Elek, Német. Kéri a labdát, ballával azt rá is lehet lőni, ma majd Kleinheisler lő, gól, gól, ott van, az Uriens megszerzi a vezetést, a 26. percben Kleinheisler László góljával vezet Magyarország, Kleinheisler góljával, magyar előny, teljesen egyértelműen szép gól, Bernstorck és felfedezettje egymás nyakában. Kádár szépen. Priskin felé az indítás, és Priskin gyorsabb, mint ellenfele. Priskin a 16-oson belülre ér. Priskin még, jönnek ketten is segíteni. Priskin lő! Micsoda gól! Úristen! Priskin Tamás! Hát hogy eltalálta ezt a labdát? És megint egy micsoda megérzés. Szalai helyett nem Nikolic kezd, nem Német kezd, nem Böde kezd, Priskin kezd. Sarkolás Kleinheiselnek, és ott van Priskin előtt a labda. Priskin, át kell tenni Csuzsáknak a túloldalra, Priskin, vagy onnan belőni, szöglet. Veszedelmes kontra volt ez, mintha kintről kanyarodott volna az a labda vissza, kapufa. Van abban valami megható, hogy a közönség Fülöp Marci kiáltása nyugtázza ezt a kapufát. Azt akarom, hogy bátran tovább, ugyanígy gyerekek. Így van, látjátok, párharcban erősebb vagytok, lepattannak. Kapfiltrinkedjük. Korszó lepattannak, Ákosról, Ádámról. Öt hétet segítesz az Ákosnak, meg a lakosnak. Jó? Akkor lesz kiábrad, befele lép. Nézd, figyelj, elindul befelé, és ugye a Kádi nem adját senkinek. Ugye te eljössz, meg próbálod zárni. Írom, hogy egy kameramadat végkétsz már. Nézd, hogy ilyen. Figyelj! Come on! Figyelj, megy! Come on! I know. So we make one change. Hakus go out, Adam come in, Pinta come in. Yeah? Same position. Tactic was good. Hey, gentlemen, take a look to me. Eh? We have to change. They change the system, we change the system. 4-4-1-1. Yeah? That's good. Number 5. Yeah? When you are finished, give me a sign. Okay? Close. Bravo. Weiter. Counterattack. Ne? Not auto. 3-4 players forward. The other stay. Yeah? Bravo. Keep the ball in the offense. No risk in the defense. Bravo. Looks well. Egy csúszik a pálya. A stadionnak ezen a részén. Úgyhogy ne próbáljuk átvenni a labdát és utána kirúgni, hanem ahogy jön a labda, úgy rúgjuk ki. Jó? Mindenki, aki védekezik, hát. Gyerekek, kell még egy gól, jó? Még egy gól kell. Megleszed a helyzetet, Sárvány, ugyanígy, fegyelmezetten. Lesz két-három kontra. A kapus véd az már jó. Here, play with your mind. With your head. Thinking, counter-attack. Play on the second goal then. Yeah? Not egoistic. Gentlemen, no egoism. Play the ball. Yeah? For me, thinking. Nagyon jó a védekezés, nagyon jól segíted a másikat. Ha kell, megfogod a kezét, segíted, biztatod a társadat. És még minimum 50 perc. Come up a little bit up, come up, go a little bit walking, come on. Active, the first 10-15 minutes, gentlemen. No goal! Number 7, Petersen, come in.
Helland, the left foot on the last side. Striker. De nehogy nyugiba menjünk ki, gyerekek! Semmi! Nyúlva, gyerekek! És amikor kint a labda, jöjjünk ki felé egyből! Beszélni, Áldi, Ricsi, beszélni! Figyelj a másikra, ha nem hallod. Mindig figyelj! Jó? Mindig a tekinteted legyen a társad. Segíts! És jobban a lövés! Mülán tenyereli ki. Dzsudzsák veri az édes magyar anyaföldet. Óriási szóló volt, és jobb lábbal is rápörkölte. Ma valóban a magyar csapat vezéregyénisége. Lefordul, szépen. Böde. Böde még. Hely, ha fölrúgnák, de jó lenne. Nem. Bomb. De kap egy sárgát. Az ébredő erő. Azt hiszem labdára ment. Dzsudzsák. Böde csúsztat. Sportársunk Velasco Carvalho lefújja a mérkőzés! Magyarország-Norvégia 2-1! Összesítésben kettős győzelemmel, 3-1-es gólkülönbséggel a magyar labdarúgó válogatott kiharcolja a jövő évi Európa-bajnoki szereplés jogát! Teljesen megérdemelten Dzsudzsák, Tőzsér, Nikolic, Juhász, Kádár, Király, Fiola, Gera, Priskin, Elek, Stíber, Németh, Varga, Lovrencsics, Simon, Szalai, Leandro, Buzmics, Nagy Ádám, Lang, Kalmár, Vancák, Gulácsi, Dibusz, Lipták, Rudolf, Kovács, Böde, Bódi, Simon Ádám, Pintér, Ádám, Forró, Korhut, Korcsmár, Gyurcsó, Balog és Kleinheisler. Ők voltak. Száz arra jöttem oda, jaj, de száz.